Nagyon nagy szeretettel köszöntöm minden egyes nézőnket, minden egyes hallgatónkat a Reménység Televízió magyar adásában. Abban a lehetőségben van részünk, hogy újból csatlakozik a beszélgetéshez, az adáshoz két táplálkozási szakértő, akivel együtt újból kerekasztal beszélgetésbe elegyedhetünk, és akivel a hátramaradt kérdéseket átvizsgálhatjuk, átrághatjuk. Ők László Anita és Zsidó Szabolcs, és amit tudni kell róluk, az az, hogy László Anita dietetikus és táplálkozási szakértő, a Body and Soul Wellness Academy oktatója és pedagógus, illetve Zsidó Szabolcs, MSC klinikai táplálkozási szakértő és a Sepsis-Szentgyörgyi Megyei Kórház dietetikusa és élelmezés vezetője. Hát köszöntelek benneteket, és örülök, hogy a negyedik alkalommal is leülhetünk, és átbeszélhetjük azokat a kérdéseket, amelyeket kíváncsi nézők fogalmaztak meg, és akik izgatottan várják a válaszokat. Köszönjük a lehetőséget. Hát az elmúlt alkalom akkor nagyon sok mindenről beszélgettünk, kezdve attól, hogy a kenyér mennyire egészséges, a szénhidrátok, mi alapján tudjuk kiválasztani a legegészségesebb szénhidrátforrásokat, meg a kenyereket. Akkor szó volt az olajokról, legutóbb beszélgettünk arról is, hogy melyik egészségesebb, a szódabikarbonát, vagy a sütőpor, aztán levontuk azt a következtetést, hogy igazából csak anyagokban különböznek egy picit, és a reakció miatt van különbség köztük, de hogy mindkettőt is lehet használni moderáltan, amennyiben nem minden nap sütit szeretnénk enni reggel délbe este, úgyhogy nem okoz egy gondot. Szóval hátra maradtak még kérdések, és talán az elmúlt beszélgetésben említettük az olajok kapcsán a vegán proteint pótló pórokat, és itt szóba jött, vagy talán a raw vegan életmódnál, hogy vannak bizonyos vajak, meg zsírok, amiket használnak, már nem tudom melyiknél, de kezdjük akkor a vegán protein potló pórokról a beszélgetést, és az az anonim kérdésünk érkezett, hogy mit kell tudni ezekről, a különböző vegán protein potló pórokról. Segítenek bármiben is egy olyan személynek, aki edzőterembe jár? Ez az első kérdésünk. Jó, hát akkor szeretetlen üdvözlök megint ismételten mindenkit, és benneteket is. Fehérje porok. Igen, én is használok. És vegánt. Személyes tapasztalataim alapján, egyszer kezdem a személyes tapasztalattal, igen, van némileg ezekre szükség abban az esetben, hogyha intenzívebben sportolunk, teszünk fel testépítést csinálunk, vagy simán termes edzést, és fenn akarjuk tartani az izomtömegünket. Amire fontos odafigyelni, és ezt inkább ki is hangsúlyozom, az az, hogy a vegán fehérje pornak az összetétele lehetőleg tartalmazzon két-háromféle fehérje forrást, mivel a növényi fehérjét tartalmazó élelmiszerek többsége nem tartalmaz az összes aminosavat az állati eredetű variánsokkal ellentétben. Így fontos, hogy legalább két-háromféle alapanyagból tevődjönöz ez a fehérje por. Például vannak erre blend keverékek, ezek általában az adott termékre fel is vannak tüntetve, vagy blend, vagy csak rizs, vagy csak zöld borsó fehérje alapú. A blendnek az a lényege, hogy tartalmaz rizsfehérjét, akár zöld borsót, és még talán szokott tartalmazni in románul, magyarul lendmag fehérjét is. És ez a legjobb opció, mivel az összes aminosavat tartalmazza. Amit még kiemelnék, az az, hogy mennyire hasznosul. Vannak rá kutatások, tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy az állati eredetű fehérjeporok, kiegészítők jobban hasznosulnak. Viszont felhívnám a figyelmet arra, hogy az állati eredetű fehérjéknek van némileg kockázati tényezőjük is, tehát nagyon sok még tartalmazza nyomokban azokat a
nem tudom, nem lehet ezt mondani adalékanyagnak, vagy bármilyen más, mondjam úgy, elemnek az alapjait, amit az adott élelmiszer, vagy állat, amiből, vagy tejtermék, amiből kivonták, tartalmazott. Gondolok itt esetleg akár hormonokra, antibiotikumokra, de ez nagyon-nagyon az ilyen olcsó kategóriás fehérje, állatérdő fehérje poroknál szokott jelen lenni, vagy vannak olyan esetek, hogy valaki a kazeinre, vagy a tejsavóra allergiás, akkor azoknak sem ajánlott például az állatérdő fehérje. Viszont erre vannak már alternatív vált, tehát az izolált fehérje, ha mondom az állatiról beszélünk, az teljes mértékben hipoallergén, az ajánlott, hogyha állati eredetűről beszélünk. Ha növényi, akkor ott tényleg arra kell odafigyelni, hogy tartalmazzon legalább többféle alapanyagból fehérje forrást, illetve hogy ne tartalmazzon sok édesítőszert esetleg, vagy ízfokozót, színezéket, mert sajnos én, mivel elég sokat tanulmányoztam őket, nem igazán kaptam olyat, amelyikben csak simán a fehérje legyen. Valamilyen stabilizátor, inde-unde lesz. Ugyanez amúgy érvényes az állati verzióra is. Tehát a növénynek van egy eleve egy olyan pozitív kiinduló pontja, hogy az talán azt mondani, hogy az teljes mértékben hipoallergén, és esetleg 15-20 év múlva el fog kijutni rajtunk egy hiperpigmentáció akár. Ez mit Számos jelent? olyan személynél tapasztaltam hasonlót, hogy kezdett a bőre egy idő után fehéredni a túlzott fehérje beviteltől, vagy megrongálta a vesséjét, mert sokan az a baj, hogy mindegy, hogy növényi vagy állati eredetű fehérje kiegészítőkről beszélünk, nyakra főre eszik, isszák, és nagyon fontos a vese szempontjából, hogy ezt azért pótoljuk még folyadékkal is, mert amikor felbomlik a vérbe a fehérje, aminosavakra, albuminra, kazeinre, ezek azért a vessét szűrés közben nagyon megterhelik, és hogyha nincs elég víz melléje fogyasztva, akkor nagyon le fogja a vessét terhelni. Ez mit jelent ez a vízfogyasztás mértékében? Tehát azt a 2 liter vizet meg kell ígyuk, Az a 2 liter vagy víz annál az többet? kötelezően érzi, még 1 literrel ígyunk többet. Hogyha fogyasztunk Vannak erre fehérjeforrókat? mércék, hogy nagyjából 1 gram fehérjéhez mennyi vizet kell inni, viszont ez megint nem általánosítható. Mert hogy van, akinek a vessége picit jobban szűr, van, akinek eleve lassabb a vérnyomása, azoknál még inkább nehézkes ez a dolog. Van, akinél nehezebben épül be az aminosav, nehezebben szívódik fel a fehérje. Számos tényező, a táplálkozás is, tehát maga az, hogy a fehérje mennyire fog hamar beépülni, az is nagyba függ attól, hogy milyen a szénhidrát bevitelünk, stb. Meg maga a fehérje összetétel is, mert az állati eredetű fehérjék, azok nem tudnak olyan könnyen hasznosulni, mint mondjuk az állati eredetű. De ez mondom, nem mindenkire ráhúzható, egyénfüggő. Én még a mennyiségnél tenném azt hozzá, hogy ugye az általános fehérje igényünk az úgy megvan határozva férfiak, nők esetében, hogy mennyi az, ami elégséges. És ezen felül, attól függően, hogy ki milyen és mennyi mozgást végez, változik, és így növekszik a fehérje igényünk. De van egy határ, ahonnan már nincs igazából semmi előnye annak, hogy mi pluszba bevisszük azt a fehérjeport. És ezért erre is kell figyelni, hogy tényleg a szervezetünket ne terheljük meg feleslegesen plusz fehérjével, hogyha nekünk az a mondjuk 1,7 szükséges, vagy 1,6, vagy ez tényleg változik minden sport és minden mozgástípus esetében, hogy az legyen meg, az az optimális, és e fölött nincs értelme, mert nem mutatta ki feltétlenül jó hatásokat. Igen. Az a baj, hogy sokan azt gondolják, ez megint szerintem egy üzlet lett ez a fehérje téma, most nem kimondom a porokra értem, hanem most rengeteg élelmiszer van, ami dúsítva van fehérjével. Igen. Gondolok itt akár kekszektől elkezdve, ilyen batonokig, vagy puding, jaurtok. Igen. Most valaki azt gondolja, hogy ezt tényleg látom klienseimnél, és hogy lehet, ő azt gondolja, hogy fú, hát akkor sok a fehérje, akkor az biztos jó. Biztos, hogy fit, vagy valami, vagy az nekem jó. Nem minden esetben, mivel ez is kalória, fölösleges kalória. Lehet, hogy amúgy is a nap folyamán
nem fogyaszt elegendő fehérjét, mert amúgy a tapasztalatok, illetve a egyes tanulmányok azt bizonyítják, hogy le jelen pillanatban itt a Balkán térségben az emberek táplálkozása leginkább fehérje szegény. Igen. Tehát abban az esetben rendben van, hogy még esetleg megeszik a nap folyamán egy olyan kekszet, vagy pudingot, vagy jogurtot, ami fehérje dúsított, az rendben van, csak sokan tényleg olyanokat is látok, hogy elmegy terembe, megiszi utána a fehérjesékét, és utána még megesz egy fehérjes pudingot, vagy jogurtot. Na, nem lépi túl a napi fehérje szükségletét, de ezek feldolgozott élelmiszerek, akárhogy is. Lehet, hogy nem tartalmaz két-három összetevőnél többet is, cukormentes, meg gluténmentes, meg laktózmentes, meg nem tudom milyen mentes, de úgyis valamilyen szinten feldolgozott, és az is marad. Erre az érdemes odafigyelni, hogy ne együk nyakra főre a fehérjés dolgokat. Próbáld főleg meg a minél, feldolgozottakat, nem. Próbáld meg minél természetesebb módon bevinni ezeket. Tehéntúró, vagy a cottage cheese, vagy tojás, nagyszerű fehérje források. Hogy ott vannak a hüvelyesek, igen, a az hüvelyesek, olajos hogyha magok, már hogyha... a növényéről beszélünk. Mivel a kérdezőnk említette, hogy egy olyan esetben lenne szó a fehérje porokról, amikor edzőterembe járunk, mondtad azt, hogy különböző sportoknál különböző fehérje szükségletünk lehet. Például egy olyannak, aki edzőterembe jár, neki függően, nemtől függően körülbelül hány gram proteinre lenne szüksége egy nap? Átlagban olyan 1,8 g per testtömeget szoktak számolni, hogyha intenzívebb, akkor 2-2,2. Mit jelent intenzív, és mit jelent kevésbé intenzív? Hát, aki csak azért jár mondjuk terembe edzeni, mert most ez nagyon fancy, egy őrület lehet, hogy mindenki terembe jár, annak én úgy gondolom szükségtelen, főleg a fiatalok körében, hogy még pluszba fehérjeport vigyenek be. De aki kompetitív módon csinálja ezt, hogy tudja, hogy versenyre készül, vagy tudja, hogy neki az most egy kitűzött cél, hogy izmot építsen, azoknál jó, hogyha növeli az adagot. Viszont nem csak fehérjeporokból lehet, mondom, fehérjét bevinni. Tehát attól, hogy most azok a személyek, akik jobb eredményt akarnak elérni, el tudják érni természetesen naturális módon is ezt. Tehát nem szükséges a fehérje kiegészítés. Csak ennek van egy olyan negatív hátulütője, hogy azért nem lehet hüvelyesekből sem megenni napi 500-600 grammot, hogy bevigyük azt a fehérje És mennyiséget. közben, hogyha sportolsz is, lehet edzés előtt, az már megterhelő a gyomornak, Igen. az emésztőrendszernek, hogy most egy akkora mennyiséget bevigyen, vagy akár utána is. Tehát ezekre is kell figyelni, ezek is fontos tényezők, függ, hogy hogy van a napi programja, az edzés programja, hogy van, és hogy milyen Igen, intenzitású és sajnos van. tényleg egy olyan, aki testépítő, és mondjuk egy jó, beszélek férfiakra, mert nőknél megoldható, hogy ezt a napi fehérje mennyiséget bevigyék. De egy olyannal, aki mondjuk 1,90 magas, vagy 1,80 magas, és közelítő 100-105 kilót, annak egy 3600 kalóriás tömegelő étrendje van, ami megközelítőleg 200-220 g fehérjét tartalmaz, amit csak rengeteg. Mondjuk hüvelyesekből bevinni, diófélékből, nem mondom, hogy nem lehetetlen, de kell némi edzettség tudás, is hozzá. és igen, konyhai edzettség hozzá, de tény is valami nem jó, mert tényleg azt látom, hogy ezek általában 250-300 gram, de majdnem fél kilogram csirkehúst tesznek meg egy nap. Ami nem jó. És nem ezt nem részletezem miért, mert szerintem mindenki tudja, hogy miért nem jó ennyi ekkora mennyiségű húst megenni. Ez a fajta táplálkozási mód, ami leginkább a testépítőknél is van, tisztelt a kivételnek, nem megsérteni akarok vele senkit sem, de nem egy fenntartható és egészséges életmód, nagyon egyoldalú. Ez a rizs, csirke opció, ez szerintem egyleg egyoldalú táplálkozás. És például egy ilyen edzés után a szervezetnek szüksége van regenerációra is. Szüksége van bizonyos szénhidrátokra, hogy ezt a glikogénraktárat újra feltöltse. A növényekben lévő antioxidánsok és egyéb anyagokra szintén a regeneráláshoz nagyon szükség van. Ezért fontos tényleg az, hogy változatos legyen, és hogy több szempontot figyelembe vegyünk akkor is, amikor egy fehérjeport, vagy amikor egyáltalán a fehérjepótláson gondolkodunk.
Tehát, hogy összegezzem az egészet, a kérdésre a választ. Azok, akik nem versenyszinten csinálnak valami sportot, azoknál szerintem felesleges, hogy minden edzés után rázzák a sékerüket, benne a fehérje porral. Lehet esetleg úgy, én olyankor szoktam ajánlani a fehérje por használatát, hogyha reggel készített szapkását, vagy smoothie-t, mert azoknál nehéz egy kicsit a fehérjét pótolni, főleg nagyobb mennyiségben, akkor tehet egy kupakkal bele, az nem gond. De a nap folyamán ne használjon még fehérje port, ha nem muszáj. A legjobb az úgyis edzés után, hogyha teljes értékű étkezést folytatunk, hogy minden egyes elvesztett tápanyagot pótoljunk, amit az edzés közben ugye elvesztettünk. Na, akik kompetitíven sportolnak, vagy nagyobb eredményt akarnak elérni, azoknál lehet használni, de ott is törekedjünk arra, hogy ezek 90%-ban természetes alapanyagokból vigyünk be fehérjét. Említetted az aminosavakat is, hogy ha jól emlékszem, hogy különböznek az aminosavak az állati eredetű proteinporból, portól. Mit tesznek az aminosavak, és miért fontosak ezek? Ezek lényegében, hogyha mindenképp a fehérjeporos témánál maradunk, hát fontos kövei annak, hogy az izmaink épüljenek. De ugyanúgy a bőr erekre nézve is minden, ami a testünket felépíti, az lényegében fehérjékből áll. Igazából a szervezetünkben mi Igen. fehérjét viszünk be, de azok lebomlanak aminosavakra. Igen. És azokból újraépülnek más fehérjék, amire szükségünk van, és így történik meg ez a ciklus. Például most nagyon felkapott ez a BCA, tehát BCAA, ez is egy táplálékkiegészítő, ez is amúgy egy fehérje, lényegében annyiban különbözik a sima fehérje porttól, hogy ez már alapból aminosav. Tehát ezt még külön nem a szervezet megemészze, hanem egy az egybe szívódik fel vízzel együtt. Én úgy gondolom, hogy még erre külön költeni felesleges. Van inkább simán a fehérje port, tehát nem mérgezzük annyi mindennel. Tehát, hogyha mondjuk nem is járunk edzőterembe, akkor abban az esetben ajánljátok a fehérjepor használatát, hogyha reggelinél nem tudjuk Igen, tehát az úgy még pótolni. Korrekt, azt mondom, mert egy nő, akinek körülbelül 1400-1500 kalóriás igénye van reggel ilyen megközelítőleg egy olyan 450, maximum 500 kalória, abból egy olyan 15-20 gram a fehérje, azt még fehérjepor nélkül tudja meg tudja oldani, de egy olyan, mint például én, hogy majdnem 800 kalória csak a reggelim, aminek nagyjából 30 gram ugye a fehérje mennyisége, hát csak simán egy zapkását, amit megfőzök vagy növényi tejbe, vagy vízbe, és még lakok rá pár szem diót, nem biztos, hogy kijön a fehérje. Itt még hozzátenném azt, hogy nem csak a sportolók, hanem vannak bizonyos életszakaszok, amikor megnövekszik a fehérje igényünk. Ilyen például a várandóság, a Igen. szoptatás nőknél szintén, és ezekre nagyon érdemes figyelni. Vagy időskorban szintén fontos az, hogy a fehérje bevitel nagyobb legyen. És bizonyos idősek már a fog problémájuk, a rágás miatt nyelési gondok is lehetnek, és lehet, hogy emiatt nem tudnak megenni például egy olyan ételt, ami nagyon jó alkalmas fehérje forrás lenne, és emiatt nekik lehet segítség. De itt is van egy másik kategória, aminél fokozatosan figyelni kell a vese problémások, a vese betegek, mert azoknak meg nagyon korlátozott az, hogy mennyi fehérjét vihetnek be. Úgyhogy ezekre a sajátosságokra megint nagyon oda kell figyelni. Ilyen medikális szempontból megközelítve vannak bizonyos esetek, tegyük fel égési sérüléseket, komolyabb égési sérülésekről beszélünk, olyankor növelni kell a fehérje bevitelt. Veseelégtelenségnél sajnos legtöbb esetben az történik, hogy az adott személynek nagyon összeesik az izomtömege, mivel a fehérje mennyiséget veseelégtelenség esetén csökkenteni kell erre. Szintek vannak, tehát GFR szintek vannak, a 4-es a legsúlyosabb. Na, az nagyon nehéz. Ilyenkor általában vannak már eleve kész aminosav komplexumok, vagy kiegészítők, amiket ezeknek a személyeknek szoktak ajánlani. Ezeket van, hogy intravénásan, vagy enterálisan, tehát szájon beadandóan szoktak alkalmazni, vagy rákos megbetegedések esetén is tényleg ott is emelni kell a fehérje bevitelt, vagy egyéb más olyan betegségnél, patológiánál, ami komolyabb izomtömegvesztességgel jár. Egy 2-3 hetes kórházi lét alatt, internáció alatt
az emberek többsége majdnem elveszít egy jó 1 kg-ot, és az majdnem mind az izomtömeg. Ez egy nagyon-nagyon kicsi érték, amit mondtam, 1 kg, mert vannak 10 kilós értékek is 2-3 hét alatt, ami inkább már vízveszteség. Mert ha veszítjük az izomtömegünket, vagy a fehérjét, vagy a glikogén raktáron kiürül a kórházi létünk alatt, az húzza ki a vizet is magából. És a rákos betegekre visszatérve, náluk azért nagyon sok esetben, akár kemoterápia után, vagy maga a betegség folyamán, ott van az étvágytalanság, a nyelési problémák, és nekik is nehéz, ugyanúgy, ahogy az időseknél, bevinni természetes forrásokból azokat a tápanyagokat, és lehet, hogy jobban tolerálják azt a fehérjebort. Még fontos építő eleme, ami immunizációknak, vagy immunsejtjeinknek is, mivel egy gyulladásos betegség következtében is rengeteg fehérjét veszítünk. Úgyhogy ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy pótoljuk, de mondom, lehetőleg természetes módon. Hogyha valaki mégiscsak ragaszkodik a fehérjeporokhoz, mivel egy akár sportoló, tehát izomépítést szeretne, mint cél elérni, akár csak úgy hobbiból végzi, akkor hogyan kellene, mikor kellene fogyassza a fehérjeporokat annak érdekében, hogy nagyobb sikerrel érje el a célját? Hát mindenképp két opció van erre. Tehát semmiképp sem edzés előtt igyon meg egy fél órával előtte egy séket, tehát szerintem az nagyon felesleges. Mindenképp törekedjen arra, hogy vagy egy étkezésbe rakja bele, tehát mondjuk a reggeliben, amit mondtam példaként, vagy étkezés után, hogyha készít egy edzés után, hogyha készít egy komolyabb összetételű ételt, akkor abba rakja bele. Ez semmiképp sem csak így 10 órainak meginni, vagy amikor egy épp eszünkbe itt, vagy munkába menet kb. Helyet, vagy ilyesmi. Tehát felesleges, úgy gondolom. Nem, az is hozzájárul, ami aztán beépül, de hogy akkor már alkalmazzuk hasznosabban, kombinálva más élelmiszerekkel. És vannak egyesek, akik ahogy befejezték az edzést, már rögtön szaladnak és készítenek egészségüket is iszek, de ez nem úgy van, hogy akkor most rögtön be is épül, amint megvan az edzés, kihasználva azt az ablakot, beépül és akkor kész. Nem. Ez idő, tehát idő, míg az megemésztődik, akárhogy le van bontva esetleg, de a szervezetnek időre van ehhez szüksége. Sőt, nagyon fontos kiemelni azt, hogy biztosan ezt már mindenki tudja, étkezésre ugye nem szabad, vagy edzésre nem szabad étkezni, legalább egy, másfél, két órával. Ugyanez érvényes utána is, hogy nem igen szabadna pont edzés után még az öltözőben már a sékünket megígyük, vagy egy banánt, vagy bármi egyebet, annak érdekében, hogy pótoljuk az elvesztett energiákat, mivel még a szervezetünk, a vérkeringésünk még nagyon-nagyon az izmoknál tevékenykedik, és kevésbé a tápcsatornáknál. Ezért lehet, hogyha hirtelen leöblítünk fél liter a fehérjeport egy banánnal megötvözve, akkor az hirtelen okozhat kellemetlenséget az emésztőrendszer. Még a szimpatikus idegrendszer működik, és nem a paraszimpatikus, ami a paraszimpatikus az a rest and digest, amikor pihensz, és működnek az emésztőszerveid megfelelően. A másik az a fight or flight, amikor tényleg az izmaid és a vérkeringésed, amikor edzel, és igen, amikor erőnéd. Pont ezért nem szabad edzés előtt étkezni komolyabb ételt. Olyan mivel sok idővel, tényleg egy és fél óra kell elteljen? Másfél-két óra kell elteljen. Egyrészt azért, hogy mondjuk a glikogént, tehát a cukorraktárunkat, az elsődleges energiaraktárunkat fel tudjuk tölteni, ahhoz, hogy energiánk legyen az edzéshez. A másik az, hogy a legtöbb élelmiszer 2-3 órát igényel az, hogy megemésztődjön. És hogyha te most megettél egy nagy adag krumplit zöldséggel és valamilyen hússal, és elmész 10 perc múlva edzeni, két dolog történhet. Az egyik az még úgy kevésbé kellemetlen, az az, hogy nem lesz annyi erőd, mivel ahogy Anita is említette, neurológiailag is, illetve vérkeringés szempontjából is, a szervezeted az emésztésre fog koncentrálni. Így nem lesz erőd annyi. A másik, ami hát kellemetlenebb, az az, hogy megtörtént, hogy minden visszajön. Elég, ha csak rálunk ezt szaladni egy futópadra, vagy hogyha lefekszünk egyet mellezni, nagyon valószínűsége annak, hogy az egész egy-egybe visszajön, úgy, ahogy volt. Érdemes ezt elkerülni. Meg lehet edzés előtt egy fél órával mondjuk enni egy banánt. Igen, pont ezt akartam kérdezni. Vagy egy almát, mert
Alapvetően ez csak szénhidrát, minimális rosttal. És ezek hamarabb is Igen, energiát emésztődnek. is adhat, hamarabb emésztődik. Tehát ez az, ami még oké, rendben van, de hogy most előtte egy órával megenni egy komplexebb ételt, az már problémás. Hát azt hiszem, hogy jól kiveséztük ezt a kérdés sorozatot, és remélem, hogy sikerült megválaszolni az illetőnek a kérdését. Hát mivel itt nagyon érintettük a reggeli témáját, akkor beszéljünk arról, hogy mit kellene tartalmazni egy tápláló reggelinek, vagy inkább a raw vegan életmódról beszélgessünk tovább. Tápláló reggelit, ezt hagyjuk a raw vegan. Átadnám Anitának a szót, majd a reggelinél átveszem esetleg. Jó. Jó. Tehát akkor a kérdésünk úgy szól, hogy milyen hatásai vagy következményei lehetnek a raw vegan életmódnak a szervezetre nézve. Na hát itt lehet negatív és pozitív hatásokról is beszélni. Ha az az étrend nagyon jól meg van tervezve, kiegyensúlyozott, akkor számos előnyös hatása van, mivel ez azt feltételezi, hogy az élelmiszerek nagy részét nyers, feldolgozatlan, hőkezeletlen formába visszük be, ami azt jelenti, hogy megmaradnak a vitaminok, a tápanyagok nagy része, az enzimek, amik még találhatóak bizonyos ételekbe, vagy akár csirákba is, és ezzel segítjük ugyanúgy a szervezetünk regenerálódását, nem viszünk be ugye teljesen mellőzik a feldolgozott ételeket, és emiatt nem viszünk be úgymond káros anyagokat. Ez mind szép és jó, nagyon sok betegség megelőzésében, rák, szívbetegségek, cukorbetegség, a kettes típusú megelőzésében, ezek nagyon jól tudnak működni. Ahol elcsúszott ez az egész, pont a makrotápanyagok arányánál, hogy lehet, hogy nem viszünk be elég fehérjét. Ha belegondolunk, miben van fehérje? A hüvelyesekben, és olajos magban, hogyha raw vegan életmódról beszélünk, mivel az állati eredetű termékek kiesnek. És ebben az esetben, mivel a raw vegan életmód azt feltételezi, hogy például 48 fok Celsius fok fölött nem tesszük ki hőkezelésnek az ételeket, akkor gondoljunk bele, hogy hogy tudunk megfőzni egy babot például azon a 48 fokkal, hogyha nekünk legalább 100 kell ahhoz, hogy forjon a víz. És nem is 5 percen keresztül, ez hanem az, hosszabb időn keresztül. Ezért nagyjából azok a hüvelyesek kiesnek. Vannak az olajos magvak, viszont abból nagyon nagy mennyiséget kéne bevigyünk, és hogyha már növeljük az olajos magvak mennyiségét, jó, hogy belőlük nem minden zsír hasznosul, ahogy már a másik adásban említettem, mégis kalóriatartalmuk magas. És ha ilyen formába visszük be, akkor nem a legelőnyösebb. Lehet még csírák formájába különböző magvak és hüvelyeseket is lehet csíráztatni. Csíráztatásnak az az előnye, hogy megmaradnak az enzimek, a magnak a héja, ugye az kibontódik, belőle azok az anyagok, amik ilyen antinutrienseknek mondjuk őket, amik gátolják a felszívódást, a lektinek, különböző ilyen antianyagok vannak benne ezekben az élelmiszerekben, ezek eltűnnek a csíráztatással, és egy ilyen tápanyagbombát tudunk bevinni, viszont erre is tudatosan oda kell figyelnünk. Ezekből vigyünk be megfelelő mennyiséget. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor én most holnaptól zöldséget és gyümölcsöt eszek, meg magvakat, és akkor ez nekem tökéletes lesz. Figyelni kell arra, hogy igenis van fehérjeigényünk még emellett, ki van ez megfelelően elégítve, elég változatos-e az az étrend, mert lehet, hogy holnaptól valaki almát és káposztát fog enni, de azon tényleg nem tesz semmi jót magának, mert különböző gyümölcsökben, különböző zöldségekben más-más tápanyagok vannak, és mindegyikre szüksége van a szervezetünkre. És ahhoz, hogy ez megfelelően változatos legyen, és az egészségünk szempontjából előnyös legyen, ez igényel egy bizonyos fokú tervezést. Én azt is mondanám, hogy szakember segítségét. Volt nekem is egy olyan korszakom még azelőtt, hogy dietetikát tanultam volna, hogy belevágtam a vegán életmódnak. Az egészség előnyeiről hallottam, és tudtam, hogy ez nekem jó lehet, de nem tudtam arról, hogy milyen igényei vannak a szervezetemnek, hogy kell egy kiegyensúlyozott vegán tányért összeállítani. Jó, ez nem volt ez a raw vegán, az extrém. És ezért mondom, hogy a sima vegánnál is fontos az, hogy
tájékozott legyél, tudjál a tápanyagokról, miben mi található és milyen arányba, de hogyha valaki erre a nyers vegán életmódra szánja el magát, akkor itt fokozatosan érvényes az, hogy tudnia kell ezt, hogy miben mi van, és tájékozott legyen nagyon. És mondom, legalább a csírákat akkor még, de még akkor is kérdéses, hogy miből mennyit vízbe, és célszerű lenne egy szakember segítségével erre felkészülni. Uh-huh. És a másik dolog, a gyerekeknél ez nem. Fejlődésbe levő, akár kisgyerekeknél, vagy akár még a serdülőknél, és ez nem egy ideális. Tehát ők nem tudják bevinni azt a napi szükségletüket ilyen étrenden. És a másik hiba, ami megtörténhet, hogy nem elég kalóriát visz be az illető egy ilyen étrenden. Tehát az, hogy megesszünk néhány zöldséget és gyümölcsöt, azokban nagyon sok a víz. És az energia sűrűsége sokkal alacsonyabb. Jó, hogy a tápanyag sűrűsége az magas, ami nekünk előnyös, de nekünk energiára is szükségünk van. Tehát megvan az a napi energiaszint, ami kell ahhoz, hogy az alapanyagcserénk és az egész szervezetünk jól működjön. És ezért fontos az, hogy elég kalória legyen, és elég tápanyag, és az arányok is helyesek legyenek ezen belül. Úgyhogy ezekre kell főként figyelni ezen az étrenden. Uh-huh. Hogyan indíthatjuk el az átállást? Tehát honnan szerezhetünk megbízható információt annak érdekében, hogy tényleg egészségesen tudjunk átállni erre az étrendre? Én itt azt venném figyelembe, hogy milyen az illetőnek a háttere, hogyan étkezett eddig, mert ezt nem lehet csak úgy egyik napról a másikra. Uh-huh. Maga a bélbaktériumaik is besokkolnak, hogyha így hirtelen elkezdjük egy csomó rostot bevinni, és azelőtt csak feldolgozott ételeket eszünk szinte. Tehát kell egy bizonyos időszak. Én nem ajánlom azt, hogy például egy mindenevő így hirtelen egyik napról a másikra erre áttérjen, hanem akár lehet azzal kísérletezni, hogy vegetáriánusként először. Uh-huh. Megpróbálni minél kevesebb feldolgozott ételt, és minél kevesebb húst, aztán lehet esetleg sajtokat, tojást fogyasztani. És onnan fokozatosan áttérni uh-huh. a sima vegánra, amikbe még beleférnek a különböző főzési uh-huh. módszerek is, és utána, hogyha ezek megvannak, és jól mennek, és nincs gond, és ez az illető tolerálja, mert kell néhány hét az emésztőrendszerünknek is, ha nem több, bizonyos esetekben több is, ahhoz, hogy ehhez alkalmazkodjon, és lássuk, hogy hogy érezzük magunkat néhány hét elteltével, és akkor utána lehet így fokozatosan erre is átállni. Nem ajánlom az internetes forrásokat, néha még a szakkönyveket sem, mert ez kell egy bizonyos fokú rálátás. Uh-huh. Én nagyon sok angol nyelvű könyvet olvasok, meg van otthon, és néha nézem a recepteket, és rájövök, hogy hát még fele se található meg a mi piacainkon. Igen. És emiatt nehéz ezeket. Az összetevők miatt? Igen, igen, igen. Tehát ahhoz, hogy valami fodros kellel készült kínoás, édes krumplis, uh-huh. stb. Még a fűszerek hát, az úgy hagyján, mert azért már lehet. Kezdenek a romániai piacra. Igen, de a fodros kell kevésbé, de az... Majd erre a vegán alapanyagokra, jó? Jó, és akkor ezt akartam mondani, hogy szerintem legjobb egy táplálkozási tanácsadóhoz fordulni ezzel, mert ő tudja felmérni az egyéni igényeket, látja, hogy mi volt a háttered, egy anamnézist készít, az eddigi táplálkozási szokásaid is tud, de ez se egy olyan, hogy egy alkalom, mert uh-huh. ez folyamat. Egy folyamat. Igen, és ehhez kell egy segítőtárs a folyamatban, aki irányít, és aki megmondja, hogy ez így nem vált be, akkor itt tudunk alakítani, vagy ezt tudjuk még pluszba bevinni, vagy ezzel tudjuk helyettesíteni. Tehát ezek fontosak, hogy tudd, hogy mit, mivel tudsz helyettesíteni uh-huh. annak érdekében, hogy a kiegyensúlyozottság megmaradjon. Úgyhogy ezt tudnám tanácsolni. Hát akkor Szabi, átadom a szót. Igen, beszéltetek az alapanyagokról, hogy Romániában mi elérhető, mi nem. Igen, tényleg, tehát nagyon-nagyon nyit ez a régió, és ugye a vegán, vagy mondjam, hogy bőjt élelmiszereire. Hol kezdjem? Ha javasolhatom, ahhoz, uh-huh. hogy legyen idő a... Rövid leszek. Jó. Nem, tehát kérlek, mondjál el, minden még van, jó. Egy olyan 20 percünk, csak hogy tudjuk beosztani tehát az időt az utolsó kérdésre is. Abszolút nincs baj az olyan vegán, illetve vegetáriánus félkész-kész termékekkel, amelyek nincsenek feldolgozva. Tegyük fel az ilyen préselt datójából, hüvelyesekből, vagy magokból, vagy bármiből, vagy gyümölcsökből préselt kis batonok, kekszekkel, abszolút nincs probléma, tényleg. Azok a legjobb opciók. Ezeknek is törekedjünk arra, hogy
kevésbé feldolgozott vegán alternatívák legyenek. Gondolok itt esetleg még a mi határeset, az a tofu vagy az extrudált szója. Ami már kimegy ebből a határból, azok az olyanok, amelyek úgy vannak titulálva, mint akár vegán mics, vegán húsportló, vegán sonkák, és szerintem amelyek a legbrutálisabbak, azok a vegán sajtok. Kezdem a vegán sajtokkal. Ezeknek többsége növényi, hát növényi alapú, de oly növényi alapú, hogy nagyon feldolgozott, és többnyire ezek zsiradékokból vannak összerakva, hidrogénezett olajakból, vannak normálisabbak is, de a legtöbbjük mind hidrogénezett, vagy kókuszzsírból, pálmazsírból, napraforgóolajból készültek, és hát ez még a legkisebb probléma, hogy hidrogénezett, de mellett egy csomó keményítőt, rengeteg mennyiségű keményítőt tartalmaznak. Ez a sok keményítő hogyan hat a szervezetünkre, ha mindennapi szinten bevisszük? Hát most, hogy röviden mondjam, nem jól. Tehát úgy, mint a kukorica keményítő, vagy egyéb másfajta krumpli keményítő, vagy vannak már mesterségesen előállított keményítők is, ezek felesleges adalékanyagok, amelyek minimálisan, de gyulladásokat tudnak okozni a vastag, illetve a vékony bél terén. Tehát felesleges adalékanyagok. Meg attól függ, mi az, mert hogyha szénhidrát alapú, akkor az a meg felesleges kalóriát is viszünk be. Jó, keményítő, de csomó más színezéket, fűszert, amivel ízfokozókat, amivel próbálják, nem tudom miért, de elérni azt az ízt, ami amúgy az állati megfelelője is. Amit nem értek, mert hogy egy vegán miért akarná ugyanazt az ízt érezni, ami volt az állati eredeti megfelelőjénél. Jó, itt vannak kivételek persze, de most van ilyen, hogy cheddar ízű vegán sajt, vagy emmentali ízű sajt. Minek? Vagy sonka ízű, azért lepődtem meg, kötözött sonka ízű, jó, az mondjuk szejtánból készült, az még nem probléma, de hogy szejtánból készült, sonka ízű, tehát kötözött vegán sonka. De miért akarják ugyanazt a hatást elérni, hogyha meg pont azért történik ez az egész, hogy limitáljuk az állati eredeti dolgok fogyasztását, és van olyan vegán, aki egyszerűen gyűlöli a húsnak az ízét, de én sem szeretem a disznóhúsnak az ízét. Én nem akarom egy olyan félkész vagy kész terméknek az ízén érezni a disznónak az ízét. Tehát, hogy hát gondolok arra, hogy lehet, hogy átállás szempontjából könnyebb a folyamat. Hát viszont, hogyha átállunk ugyanazokra az ízekre, akkor nem tudjuk megszokni. Igen, a... Törekednünk kellene egy is arra, hogy ízeket. Kevésbé feldolgozott élelmiszereket fogyasszunk. Ezek a vegán mitsek, vegán húspogácsák, vegán darált hús. Zöld borsó alapújak, meg szója alapon szoktak általában működni. Az úgy még aránylag rendben van, de mondom, azonban rengeteg más adalékanyagot beleraknak. És akkor itt kell mérlegelni, hogy akkor mit nyertem ezzel? Miért nem csinálunk? Igen, máskülönben én is felteszem most azt a kérdést, hogy ha összehasonlítjuk a kettőt, a rendes darált húst egy vegán darált hússal, akkor melyik érné meg jobban, vagy még lenne egészségesebb? Lehet, hogy nehéz kérdés, vagy nem tudom. Nem nehéz kérdés, ez megint szerintem helyzetfüggő. Patológia, személy, illetve szituáció függő. Ki mit engedni magának? 150-200 gram ilyen vegán mics súrolja körülbelül a 15-20 lej. 150-200 gram darált hús, hát most nem ő tisztában nagyon, hogy mennyibe kerül, de nem több szerintem 10 lejnél. 10-12 lejnél. A másik dolog az, hogy mi is el tudunk készíteni vegán húspogácsák, húsnak titulált pogácsákat, lehetséből, krumpliból, sárgarépából, fűszerkeverékeket tényleg, nem olyan adalékanyagokkal, amelyekre még a vitalán nem is hallottunk. De ha az egészségügyi oldalára tekintünk, akkor lehet mondani valami konkrétat arról, igen, hogy egészségesebb az egyik a másiknál? Vagy? Én már eleve azt a hitet vallom, hogy az az élelmiszer, vagy félkész, vagy feldolgozott élelmiszer, amely 4-5 összetevőnél többet tartalmaz, az nem jó. Vannak kivételek, amelyek megkövetelik, hogy tartalmazom még ezt plusz azt, de az, amelyik felsorol, tegyük fel egy vegán, ez a legjobb példa, vegán pástétom. Bárki menjen haza, olvassa, mindegy, melyik cégtől van, vagy kigyártja,
legalább 20-30 összetevőt tartalmaz. Mondjuk ugyanez elmondható az állati verzióra is, mert az 35-öt tartalmaz, amelyeknek úgy, mint a növényinek, úgy, mint az állatinak, körülbelül 3-4 olyan alapanyaga van, aminek köze van az élelmiszerhez. Tehát hanyagoljuk ezeket. És milyen mi kevés összetevőből tudsz egy humuszt elkészíteni otthon, vagy igen, csak krémet. És elég gyorsan. Igen, igen. Tehát nem igényel épp olyan sok időt. Van. És tudsz nagyobb adagokba tudsz fagyasztóba tenni belőle, és akkor, amikor épp megkívánod, akkor csak kiveszed, kiolvasztod, és tudod, hogy vacsorára megvan. Hát nagyon nehéz olyan szempontból, hogy ez nem egy hagyományos étel, például a humusz, és akkor kigondolni, hogy milyen hozzávalók kellenek, hogyan lehet azt elkészíteni. Lehet, hogy egy olyan személy számára, aki hagyományos konyhával rendelkezik, nincs meg a felszereltsége is, ahogyan elkészítse, ahogyan elérje az állagot, és akkor nagyobb fejtörésnek tűnik, mint az, hogy vegyünk egy vegán pástétomot a boltból. Igen. De lehet, hogy az, amiket ti elmondtok, a hátulütői, segíteni tudnak, vagy motiválni tudnak bennünket arra, hogy inkább otthon készítsünk el hasonló jellegű ételeket, és azokat fogyasszuk, mert hogy jobban járunk velük. Zárójelben még annyit, hogy attól, hogy valami vegán, vagy biónak van titulálva, nem jelenti azt, hogy egészséges. Tehát vegán, ugye, az a vicsis, vagy az a pástétoma, azt veszünk, de az nem jelenti az, hogy egészséges. Érdekes, hogy végig is így asszimiláljuk, asszociáljuk. Megvan az, asszociálja, hogy az diétás, meg fitness. Még azt hiszem a másik adásban, már nem tudom minek a következtében, lehet, valami hasonlóról beszéltünk, és eszembe jutott, hogy valaki magyarázta nekem, tehát nem én láttam a saját szemeimmel, de hogy a limonádéra ráírták, hogy vegán. A narancslére szokták ráírni, hogy vegán, mivel vannak bizonyos narancslevek, ipari feldolgozott narancslevek, a sűrítmények, amelyeket egy bizonyos bogárnak a felhasználásával színeznek. Aha. Jó, de amúgy ezek a fajta bogarak vagy rovarak, ezek napjainkban is az EU által elismert lapanyagokként vannak jelen. Mi is véletlenül úgy, rengeteget bekaphatunk bogarakból is. Az a legkevesebb probléma, hogy valami rovar alapanyagot tartalmaz. Tehát az még legalább természet. Azt hiszem, át kellene térjünk a tápláló reggeli témára. Jó. Tehát amit itt lehetett elmondani következtetésként, tehát mit emeljünk ki akkor még egyszer a rovigen életmódról nagyon röviden. Legyen kiegyensúlyozott, jól megtervezett étrend, akár szakember segítségével. Van jó rossz oldala, de a rossz oldala csak akkor van igazából, hogyha nem kiegyensúlyozott. Hogyha ezt a valahogy tudjuk kompenzálni, akkor rendben van, mert nagyon sok előnye van, és nagyon sok betegség megelőzésében van. Nem feltétlenül drágább, de legyen változatos, és itt fontos az, hogy otthon készítsünk dolgokat. Akár ha megvannak a kerti összetevőink, akkor már nyert ügyünk van, de legalább magunknak a kis recepteket úgy állítsuk össze, úgy kombináljuk, hogy... Most egy kérdés merült fel a fejemben, hogy ezeknek a személyeknek nem okozhat egy kihívást az, hogy télen ha mondjuk a saját kertjükből szeretnek fogyasztani zöldségeket és gyümölcsöket, akkor ezeket valamilyen, vagy hogy, tehát csak akkor egy opció a vegan életmód, hogyha télen is tudunk friss és igen, azért nem is jelentem, jó gyümölcsöket és zöldségeket. Ez a fajta életmód. Jó, hát térjünk át a tápláló reggeli kérdésére. Miből kellene álljon egy hasonló reggeli? Mit kell tartalmazon egy tápláló reggelinek? Van egy 6-7 perc. Jó, hát kezdeném azt, hogy van nekünk 4 fő makrotápanyagunk. Én azért mondom 4, mert a rostot is már még a negyediknek mondom. Tehát a legfontosabb szénhidrát, fehérje, zsír és a rost legyen meg. Ez az a kezdő standard lépés. Ha az egyik hiányzik, emésztés, illetve felszívódás szempontjából nem lesz annyira kedvező, tehát gyorsabban fog felszívódni. Ez az egyik tényező. A másik az elkészítési módszer, tehát minél kevésbé passzírozzunk, főzelékesítünk valamit, annál inkább lesz jótékonyabb hatású.
Ide beletartozik a smoothie kategória A is. smoothie is. Tehát, hogyha gyümölcsöt önmagába eszünk meg, tehát például, hogyha a smoothie-nak az alapanyagait, mondjuk én joghurtot szoktam, banánt, fagyasztott gyümölcsöket, dióféléket, magukat belerakni, a külön-külön eszünk meg, sokkal inkább tartósabb emésztés szempontjából, vagy vércukor szint emelkedés szempontjából. Három fő reggeli típust szoktam én ajánlani, az a tojásos reggeli, zöldségekkel és minimális szénhidráttal, vagy egy szeletken értő nem lesz problémák. A másik a tehén túrós vagy cottage cheese-es opció, ebből is rengeteg dolgot lehet készíteni, sok mindennel lehet édessel, sóssal kombinálni őket. És a harmadik az pedig a zapkása. De talán a zapkása az, ami nagyon-nagyon fontos az, hogy készítjük el. Ha rosszul készítjük el, akkor fél óra múlva biztos éhesek leszünk. Erre térjünk ki, mert legutóbb én is beszélgettem valakivel, és elmondta nekem, hogy beszélgetései során egy szakértővel arra a következtetésre jutott, hogy a zapkását minimum 30 percig kell főzni. Nem, kimondottan jól, mivel nagyon-nagyon összefog, ez a hőhatás következtében nagyon sokat fog veszíteni a tápértékéből, hasznos tápértékéből. 10 percnél tovább nincs értelme főzni, de mindenképp a zapkásának a legeslegpozitívabb hatása az úgy van, hogyha egyáltalán nem hőkezeljük. Én szoktam azt csinálni, hogy joghurttal, csiamaggal, lemaggal báztatom overnight-nak, és akkor az reggelre megszívja magát. Ezt majd gyümölcsökkel még toppingolom. Vagy hogyha megfőzzük is, törekedjünk arra, hogy még tegyünk valahogy bele rostot. Én azt szoktam csinálni, hogy főzés közben rakok egy marék fagyasztott erdőgyümölcsöt, áfonyát, ilyesmit bele. Asszalványokat is. Asszalványokat, datójától elkezdve ilyesmit. És aztán a magvak végén. Magvakkal vagy, akár egy görög jogurttal még egy picit fel lehet dobni, mogyoróval, jön, még 100%-ossal. Igen, diófélékkel, így kell elkészíteni ahhoz, hogy tartalmazzon mindent, és majd csak simán megfőzzük és gyümölcsöt rakunk rá, az nagyjából csak rostot meg szénhidrátot fog tartalmazni, és minimális fehérjét, ami az abban van. Nem gond, tehát nincs baj a szénhidráttal, csak önmagában csak egy jelen fogott jelen lenni az egész reggelinkben, és még három hiány, hát kettő hiányzik, ma rost is meg lesz, de a zsír meg a fehérje az hiányozni fog. Ezért fontos, hogy diófélékkel, magvakkal, pótoljuk a fehérje meg a zsiradék forrást is. Nálam, ami egy másik, legyen egy negyedik opció is, ami nagyon bevált, az általában az ilyen teljes kérdésű kenyerek vagy lepények. Szoktam otthon akár csicseri borsó lisztből is készíteni ilyen lepényeket, és akkor azt megkenem akár humuszkrémmel, lencsekrémmel, mogyoróvajjal, attól függ, hogy épp milyen kedvem van, és hozzá zöldségeket, akár vagy avokádót is, tényleg kinek mennyire magas az energiaigénye aznapra, de én szeretem ezt a reggelit olyan jó bőségesen elfogyasztani, és hozzá például valami édesítetlen növényi tejet, amivel teljesen jól szoktam érezni magam a nap folyamán. A növényi tejet, azt, hogyha otthon szeretnénk elkészíteni, mivel beszéltünk arról is, hogy sok adalék lehet a növényi tejekben is, akkor ezt hogyan előnyösebb elkészíteni, hogyha megfőzzük, és úgy van, például, hogyha mandulatejet készítünk megfőzött verzióval, előzőleg éjszakára beáztatva, megfőzve és úgy feldolgozva, vagy beáztatva és aztán majd egy turmixgéppel elkészítve. A magvaknál nagyon fontos az áztatás, mert így a bizonyos anyagoktól, amik a felszívódást gátolják, és esetleg károsak lehetnek, megszabadulunk részben, de nagyjából, tehát annyira utána már nem lesz akadálya annak, hogy ez jótékony hatású lehessen. Én a szóját szoktam csak főzni, de a többit azt nemrég tanultam én is egy fél éve, mert valahogy nem jól jöttek ki a dolgok, és utána néztem pontosan a növényi tejek otthoni készítésének, és az ilyen különböző magvak diófélékből úgy készítem a tejet, hogy felforrósítom a vizet, nem főzöm benne a magvakat, ugye be voltak áztatva több órára előtt a magvak, és beleöntöm egy turmixgépbe, nem muszáj épp forrósítani, egy jó meleg víz legyen, hogy
tudjon jól összedolgozni, és akkor ráöntöm, és úgy összeturmixolom, és akkor utána pedig egy szűrővel megszűröm, és ott lesz a késztej. Ez a magvaknál. A zabnál nálam, hogyha zabtejet akarok készíteni, ott pedig a hideg víz az, ami szokott segíteni, tehát azzal összeturmixolom, és szintén utána megszűröm, és utána, hogyha édesebb vízt akarok, akkor picit szintén beáztatott datóját hozzáadok a turmixhoz, de sokszor nem is, tehát én már nem is igénylem, tehát annyira megszokta a szervezetem, az ízlelésem azt, hogy minél kevesebb édes, hogy idő után már nem is kell, és maga a gyümölcsöket, hogyha elfogyasztom, az elégséges. Bőven. Igen. Hát nagyon gyorsan el kell búcsúzzunk, mert ennyi időnk jutott. Köszönöm szépen, hogy ma is hajlandóak voltatok megmagyarázni mindazokat a válaszokat, és részletekbe menően elmondani a válaszokat a kérdésekre, és amennyiben jól éreztétek magatokat, és remélhetőleg Konrád jelenlétében is visszavárlak titeket. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, egy kerekasztal beszélgetés végén tartunk, és reméljük, hogy sok információt sikerült átadni az önök segítségére, és amennyiben tetszett a beszélgetés, nagyon nagy szeretettel visszavárom önöket is legközelebb, ugyanitt, ugyanekkor. De mindaddig sok egészséget, minden jót, viszontlátásra!